Szeretettel köszöntöm nézőinket. A Gondolkodj Szabadon sorozatunk következő részéhez értünk. Immár ez a második évad, második része, és ahogy az nyitó előadásban beszéltem róla, ezt az évadot a Biblia és a régészet kapcsolatának szeretnénk szentelni. Az első részben általánosságban beszéltünk arról, hogy a bibliai régészet, mint olyan, mennyire nehéz időket él meg, na nem azért, mert nincsenek világra szóló felfedezések, hanem azért, mert a hivatalos tudomány, vagy idegen szóval a mainstreaming, a főáram, próbálja a bibliai régészet kifejezést kiszorítani a tudományos szakkifejezések közül. Viszont mi azt határoztuk el, hogy ennek a Gondolkodj Szabadon sorozatnak az a központi témája azzal a céllal született, hogy önökben, kedves nézőink, megerősítse azt, hogy a Biblia nem kitalált történetek gyűjteménye, nem egy mesekönyvnek a szintjén van, vagy nem mondáknak a szintjén van, hanem bizony a Bibliában leírtak azok történelmileg hiteles történetek. A mai alkalommal nem kevésbé ismert történetet fogunk tárgyalni, mint Bábel tornyának történetét. Hát, ha valaki nem is ismeri a Bibliát, bizonyára, ahogy a magyar nyelv megőrizte ezt, bábeli zűrzavar, ugye nyelvemlékünk is jelzi, hogy Bábelben valami olyasmi történt, ami zavarodottsággal, zűrzavarral kapcsolatos. Többen ismerjük a Bábel tornya történetét, és hát ez a bibliai történet nem kevés kérdést vet fel. Vajon hihetünk-e a Biblia beszámolójának? Hihetjük-e azt, hogy Bábel tornya építése előtt az emberi nemzetség, az emberiség, az akkor élt emberiség egy nyelvet beszélt, aztán Bábel tornyának építésekor a nyelveket Isten összezavarta, és ott alakult ki a többnyelvűség, a soknyelvűség. Hihetjük a történetet, hogy egy égig érő tornyot szerettek volna építeni, hogy nevet szerezzenek maguknak. Ma ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. Vajon Bábel tornya a mitoszok világába sorolható, és semmilyen valóság alapja nincs, vagy azt mondhatjuk, hogy a Bábel tornya bizony történelmileg, régészetileg alátámasztható. Kezdjük azzal mindjárt, hogy keressük ki azt a néhány verset, ahogyan a Biblia beszámolója hírt ad Bábel tornyáról. Ezt Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében találhatjuk, annak a 11. részében, és így olvashatom a Károlyi Bibliában. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. A Biblia tehát azt mondja, hogy az emberiség egynyelvű volt. És történt, mikor kelet felől elindultak, Sínear földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. És mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És így is lett. A tégla nekik kőhelyet volt, a szurok pedig ragasztó gyanánt. És mondták, gyertek, építsünk maguknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hírnevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Isten pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építettek az emberek fiai. És mondta az Úr, íme ez a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magunkban. Szálljunk alá hát, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszélesztette őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűntek építeni a várost. Ezért nevezték annak a városnak a nevét Bábelnek,
mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezté el őket az Úr az egész földnek színére. Ez a néhány vers tehát az, ami beszámol a bábeli torony történetéről, beszámol egy népről, amelyik elhatározta, hogy tornyot épít, és hogy a városban maradnak, és hogy nem engedelmeskednek Isten kérésének, hogy töltsék be a földet, szaporodjanak, és töltsék be az egész földet, hanem úgy gondolkoztak, hogy majd a városban fognak lakni, és hírneves nagy várost építenek maguknak. Nézzük meg tehát, hogy találunk-e bármit a tudomány világából, találunk-e bármit az archeológia, a régészet világából, ami ezt a történetet alátámaszthatná, amely ezt a bibliai beszámolót hitelesíthetné. Először is ugye azt mondja a szövegünk, hogy és történt, hogy kelet felől elindultak, és Sineár földjére érkeztek. Milyen érdekes, azt mondja, hogy kelet felől jöttek, és megérkeztek Sineár földjére, vagyis Sineár földje onnan, ahonnan elindultak, nyugatra van. És hát ugye ezek az emberek, hogyha a Biblia kronológiája, a Biblia történeti beszámolója igaz, nem lehet más, nem lehetnek mások, mint Noé leszármazottjai. Noé a bibliai beszámoló szerint az Ararát hegységnél kötött ki a bárkával, és valóban az Ararát hegységtől indulva ez a népcsoport kelet felé indult el, és megérkeztek Sineárba. De vajon hol lehet ez a Sineár? Mi lehet ez a Sineár? Azt olvassuk itt, hogy Bodie Hodge kutató azt mondja, Sineár szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy két folyó közötti. Két folyó közötti. Így Hodge arra a következtetésed jut, hogy Sineár nem lehet más vidék, mint a Tigris és az Eufrátesz folyói közötti térség. Azt mondja, hogy Sineár a Tigris és az Eufrátesz folyó között van, és azzal is indokolja ezt, hogy ez az a térség, mert ugye Noé leszármazottjai, ha a bibliai történet igaz, és én biztos vagyok benne, hogy a bibliai történet igaz, akkor ők tudták azt, hogy Éden négy folyói közül kettőt úgy hívtak, hogy Tigris és Eufrátesz. És azt mondja itt Hodge, hogy idézőjel az új honfoglalók, az új földet elfoglalók nyilvánvalóan a régi ismert folyó névről nevezték el ezt a két folyót, ezért adták a folyók nevének a Tigrist és az Eufrátesz nevet. Ugyanígy, amikor az ősatyák az amerikai földrész elfoglalásakor megérkeztek, akkor a mai New Yorkot úgy nevezték el, hogy New Amsterdam. Ugye, ahonnan érkeztek, annak a városnak a nevét adták. New York, New Amsterdam, New Hampshire, tehát egy csomó olyan amerikai városnév van, ami európai városnévről kapta a nevét. Ugyanígy ezek a honfoglalók Noé leszármazottjai, akik nyugat felül, az Ararát felől érkeznek, a két folyót elnevezték az egykori Éden folyói után Tigrisnek és Eufrátesznek. És Sineár pedig a Tigris és az Eufrátesz a két folyó között lévő terület. És itt ennek a sík vidékén telepedtek meg. És ugyanezt mondja John D. Carid, egyetért Hodge-al, azt mondja, hogy Sineár az ősi Sumér neve annak a területnek, ami a Tigris és az Eufrátesz
között helyezkedik el. Azt mondja továbbá Walter Bodin, hogy Sinár arra a területre vonatkozik, ami a sumérok hazája volt. Milyen érdekes tehát, hogy itt van az első egyezés a Bibliával. Ugye Mózes írta Mózes könyvét, nyilvánvalóan őről kapta a nevét is. A Teremtés könyvében ő írja le Noé családja után, hogyan folytatódik az emberiség története, és ez a Mózes egészen pontosan meg tudja nevezni azt a területet isteni ihletettségre, amely az ősi sumérok területe volt, ugye a legrégebbi civilizáció területe, a Tigris és az Eufrates, a két folyó közötti vidék. Azt mondja Bodin, hogy Sinár 8 alkalommal, ez a név, ez a városnév 8 alkalommal jelenik meg az Ószövetségben, a Biblia szövegében, Teremtés könyve 10. fejezetében, 11. fejezetében, kétszer a 14. fejezetében, aztán Józsué könyvének a 7. fejezetében, később Ézsajás 11. fejezetében, Dániel első fejezetében és Zakariás könyvének 5. fejezetében. És a sumér kifejezés szerint ez a Sinár nem más, mint Sumer Akkad, és így valóban a sumérok hazájának területére vonatkozik. Azt mondhatjuk tehát, hogy Noé leszármazottjainak egy csoportja, nevezetesen a Nimródi vonal, erről még később lesz szó, a Nimródi vonal megérkezett tehát ide az Eufrates folyó és a Tigris folyó által határolt területre. James Hoffmeyer, szintén híres tanszékvezető professzora az Ószövetség és a közel-keleti régészet professzora, és az Illinois-ban lévő Deerfield Egyetemen tanít, és azt mondja, hogy a teremtés történetnek a narratívája, a beszámolója, beleértve természetesen Bábel tornyát is, Bábel tornyának építését is, történelmi tényeket ír le, valójában megtörtént eseményekről számol be, valós helyen és valós időben. Azt mondja, hogy alátámasztja ezt az érvelését, hogy a Samuel Noah Kramer által, az egyik híres sumérológiszt, ha szabad ezt mondani, tehát a sumérok történetével foglalkozó tudós, ő fordította le az egyik máig megtalált leghosszabb sumér hagyományról beszámoló szöveget, és ez azt mondja, hogy ez a szöveg minden kétséget kizáróan bizonyítja azt, hogy a sumérok hitték, ismerték, hogy volt egy időszak az emberiség történetében, amikor egy nyelvet beszéltek, és ez mindenki egy nyelvet beszélt, és a sumér isten Enki, aki a bölcsesség sumér istene, ő volt az, aki összezavarta a beszédjüket. Tehát egy Biblián kívüli forrás, egy sumér eposz, szintén Samuel Noah Kramer fordításában jelent meg, szintén a Bibliával megegyező beszámolót ad, és szintén azt mondja, hogy a nyelvek kialakulásának története nem az, amit az evolúción alapuló nyelvészet hirdet, hogy egyszerűbb szavakból egyre bonyolultabb nyelvek lettek, és aztán a nyelvek később váltak szét, hanem azt mondja, hogy a régészeti adatok alapján, hogy a Biblia beszámolója igaz, egyszer csak megjelentek a nyelvek és a maguk komplex formájában, és például a sumér nyelvi beszámoló arról számol be, hogy a nyelvek eredete ugyanaz, mint amit Bábel történetétben olvashatunk a Bibliában.
Aztán a másik nagyon erős érv, ami a Biblia mellett szól, az az úgynevezett Toledot formula. Bizonyára, kedves nézőim, nem tudják, hogy mi ez a Toledot formula. Ez egy tudományos kifejezés arra, amely a Bibliában, emlékeim szerint 11-szer fordul elő. Egyszerűen fogalmazva, a Biblia 11 alkalommal számol be arról, hogy kinek mi a leszármazása. 11 alkalommal ad úgynevezett nevek toledotját, vagy nemzetségtáblát, ha szabad így fordítanom. És ezek a nemzetségtáblázatok Matthew Thomas szerint egy most nemrég megjelent monográfiában, tehát a toledottal foglalkozó szakirodalmában, vagy írásában, azt mondja, hogy ezek a toledotok, ezek egy folyamatos történelmi vonalat adnak, és ebbe a folyamatos történeti leszármazási ágba helyezik bele a bibliai történeteket. És így a Bábel tornyának a története is pontosan két toledot között van, de mielőtt még megnéznénk, hogy mi ez a két toledot, először is nézzük meg, hogy a Bibliában milyen ilyen leszármazási beszámolók vannak. Az első a teremtés toledotja, ez a teremtés könyvének második fejezetében a 4-től a 25. versig tart. Utána az 5. fejezet leírja Ádám toledotját, ami Noéig tart, aztán Noé toledotját, ami elvezet a fiainak a leszármazásáig, aztán a fiaitól Noé egyik fiának, Sém leszármazottjainak toledotja, ami tovább megy Terra Ábrám atyának, apjának toledotjáig, vagy nemzetségi beszámolójáig, és aztán Ábrahám két fiának, Izmaelnek és Izáknak a nemzetségi beszámolója, aztán Ézsaué, Kés és Jákóbé, és aztán a Számok könyvének 3. fejezetében Áron és Mózes, és később Rút könyvének 4. fejezetében Perez és Dávid. Tehát egészen eljutunk az egész teremtéstől, a teremtéstől az emberiség történetéig, az emberiség történetétől Noáig, Noéig, Noétól Sém, a sémiták vonala, aztán sémiták vonalától Ábrahámig, Ábrahámtól pedig közbevetőleg Izsákon és Jákobon keresztül eljutunk Mózesig, és aztán Mózestől eljutunk Dávidig. És érdekes módon a Bábel története az pontosan a Noah és a Noé és a Noé fiai közötti időszakra tehető. Tehát a bábeli történet az özönvíz után Noé kiköt az Ararát hegységnél, egy csoport ebből a népességből elindul kelet felé, megérkezik az általuk Tigrisnek és Eufrátesznek nevezett folyók közé, folyók által határolt területre, és itt várost alapítanak. És a város alapításnak az egyik része a bibliai beszámoló szerint, hogy tornyot is szeretnének építeni, hogy nevet szerezzenek maguknak. A bibliai beszámoló tehát idegen szóval teljesen koherens időrendbe helyezi Bábel történetét, teljesen ellenmondásmentesen időrendbe helyezi Bábel tornyának történetét, de hogyha a Biblián kívüli forrásokhoz folyamodunk, ott is szeretnék legalább két forrást kiemelni. Az egyik Titus Flavius Josephus, a zsidók története, ő egy, már korábbi részekben is említettem, beszéltem róla, ő egy zsidó történetíró, Fláviusként ismerjük, aki a római birodalomban született Krisztus után 37-ben, és körülbelül 100 környékén halhatott meg, bár római állampolgár volt, egy olyan zsidó volt, aki a zsidók szempontjából a zsidókat mondjuk megbecsülve
írta meg a Zsidók története című művét, és a judaizmust védte. És a könyvének a negyedik fejezetében beszámol Bábel tornyáról ő is, és néhány érdekes kiegészítést tesz a bibliai történethez. Azt mondja a bibliai történettel megegyezően Josephus Flavius, hogy Noénak három fia volt, és ők egy magasabb részen telepedtek meg, ugye az Ararát hegységben, de aztán később néhányan elkezdtek nyugatra vonulni az özönvíz után. Ham leszármazottja Nimród, aki Noa fia volt, egy erős és hírneves nagy vadász, ő indított el egy csoportot, mondja Josephus Flavius, és az ő vezetésével, vagy az ő nevéhez köthetően várost akartak építeni, és olyan, mondja Josephus Flavius, olyan tornyot akartak építeni, ami megvédi őket attól, hogyha esetleg egy újabb özönvíz lenne, ne pusztuljanak el. Milyen szomorú megjegyzést kell itt tenni, hogy Nimród és leszármazottjai nem hittek az isteni ígéretnek. Isten megígérte, és a szivárványt helyezte az égbe, hogy valahányszor az eső elered, és meglátják a szivárványt, akkor gondoljanak arra, hogy Isten megesküdött, hogy nem lesz soha többé az egész földet elpusztító vízözön, de mégis úgy gondolták ezek a városépítők, hogy ők építenek egy ilyen tornyot, hogy biztonságban tudják magukat, és talán azért is, hogy az égigérő toronyban majd kikémlelhetik a felhők titkát, kikémlelhetik az eső titkát, és így megelőzhetik, hogy még egyszer ilyen nagy katasztrófa történjen. Azt mondja itt, hogy téglát használtak, és milyen érdekes a Biblia megfogalmazása, milyen pontos. Azt mondja, hogyha emlékeznek kedves nézőim, azt mondja, hogy a Biblia, hogy téglát égettek ki, és régies kifejezéssel lőnékik a tégla kő gyanánt, mondja egy régies magyarral Károlyi, és szurok pedig ragasztó gyanánt. És érdekes módon az ezen a környéken történt régészeti ásatások azt mondják, hogy nem kőből építkeztek. Nem volt kő ezen a területen, és ezért kellett nekik kiégetniük az agyagot, és téglát vetniük, és kiégetniük, égetett téglából pótolniuk a kő hiányát, és abból építkezniük. Milyen újabb jelzés arra, hogy a bibliai beszámoló pontosan megadja, hogy a Mózes előtt több száz évvel élő bábeliek nem tudta követ használni. Ezt Mózes nem tudhatta. Ő nem végzett régészeti ásatásokat. Ez megint csak az isteni ihletettség által írt történelmi beszámoló pontosságáról szól. És nem csak arról szól, hogy a Biblia az egy megbízható történelmi beszámoló, ami arról is szól, hogy a Biblia nem régészeti kutatások miatt igaz, hanem amiatt igaz, mert maga Isten ihlette a Biblia íróit. És ha Isten létezik, és Isten van, akkor az általa ihletett könyv az nem hazugságokat, tévedéseket tartalmaz, hanem teljesen megbízható. Tehát még egyszer azt mondja Josephus Flavius is, aki ráadásul az első évszázadban élt, tehát jóval később, mint ahogy Bábel tornya van, hogy téglát égettek, és az volt a fő építő anyaguk. És tovább folytatja Josephus Flavius, azt mondja, hogy Isten megzavarta az ő munkájukat, és összezavarta a nyelvüket, és aztán ők elszélettek az egész földön a különböző nyelvcsoportok szerint. Tehát Josephus Flavius a Zsidók története című könyvében történészi szempontból
a Bibliával megegyező beszámolót ad, kiegészítve egyéb zsidó információval, különösképpen Nimrodra utalok itt. Aztán itt van a másik Biblián kívüli régészeti tény, lelet, ez pedig nem más, mint Enmerkar, vagy Enmer uralkodója és Aratta ura. Ez a második ókori forrás, amely Enmert Aratta uralkodójának mutatja be, és ez a sumér epikus történet Enmerről, a sumér uruk királyáról és Aratta királyáról szól. Amióta ezt a leghosszabb sumér eposzt felfedezték, ez egy nagyon fontos forrása annak a kornak, a sumér iráni határon lévő területnek a történetével és kultúrájával kapcsolatban. Enmer egy ókori sumér hős volt, ahogy mondtam, amit a héber nyelven Ereknek ismerünk, és Nimród királyságának, amit Teremtés könyve 10. fejezete ír le, az egyik központja, és Mezopotámia városainak közül az egyik legfontosabb város, és Mezopotámia déli részén helyezkedik el, és azt feltételezik a nem bibliai tudósok, hogy ez a király az időszámításunk előtti 4. század végén, illetve a 4. ezred végén és a 3. ezred eleje környékén élt, és ez az időzítés, ez pontosan egybeesik a bibliai beszámoló időzítésével, kormeghatározásával, a Nimród idejével. Ezek után tehát, még mielőtt elkezdeném, hogy hol lehet ez a Bábel nevezetű város, szeretnék egy érdekes információt megosztani önökkel. Ugye bizonyos tudósok Nimródot és Enmert ugyanannak a személynek azonosítják. De hát hogy lehet két ilyen különböző nevű személy ugyanaz a személy? És hiszen Enmer és Nimród, még a hangzásuk is nagyon különböző. De hogyha egy picit közelebbről ismerjük az ókori nyelveket, akkor tudjuk azt, hogy a héberben például nem voltak magánhangzók. Tehát amikor azt mondom, hogy Nimród, akkor azt nem úgy írjuk, hogy N-I-M-R-O-D, hanem úgy írjuk, hogy N-N-M-R-D, tehát csak a magánhangzók. Amikor azt mondom, hogy Enmer sumér nyelven, akkor nem azt írom, hogy E-N-M-E-R, hanem azt, hogy N-M-R. Tehát az Enmer neve leírva, és Nimród neve leírva, az első három betű ugyanaz, csak a negyedik betű különbözik. És mind a kettő nagy király, mind a kettő városalapító, mind a kettő a Tigris és az Eufrátesz vidékén alapított város, mind a kettő nagy harcos, nagy vadász, és azt mondják itt például Ról, hogy a különbség a névben nem más, mint egy héber szójáték, amikor hozzáteszi a D betűt az NMR-hez, tehát Enmer neve után hozzáteszi a D-t, Enmer D, vagy Nimród, ugye nem tudjuk, hogy ejtik ki, hiszen nem voltak a magánhangzókat, nem ismerjük, akkor a D betűvel a Nimród szó azt jelenti, hogy lázadó. Tehát a Biblia egy picivel, hogy is mondjam, lelkibb tanítást ad arról, hogy
Enmer, akit a sumérok Enmernek ismernek, az a Nimród, az nem más, mint aki Istennel szemben lázadt. Persze, hogy lázadt, hiszen várost épített, és tornyot épített, és Isten a lázadást megbüntette, és azt mondta, hogy el kellett, hogy széledjenek szerte a világban. Ezek után tényleg térjünk rá arra, hogy akkor hol lehet ez a Bábel? Hol történt a bábeli nyelvek összezavarása? A Bábel tornya hol épülhetett? És többen Bábelt Babilonnal teszik egyenlővé. Már csak azért is, mert a Bibliában ugyanúgy írják le a héber szót, Bábel és Babilon. A Bábelt itt használják az özönvíz, közvetlenül az özönvíz után a toronyépítéssel kapcsolatban, és utána mindig Babilont használ a Biblia a babiloni birodalomra, királyságra. És azt mondják, hogy az egyik oka, miért azt gondolják, hogy Babilon és Bábel ugyanaz, mert Babilonban egy etemenanki szigurátot, babiloni típusú piramist fedeztek föl, és ezzel azonosítják. A két épület, ez a ziggurat, ez a sumér ziggurat, ami Babilonban van, és szerintük Bábel tornya ugyanaz. Tehát egyrészt a hasonlóság miatt. A másik ok, hogy hasonló a név, ahogy ezt már említettem, Bábel, Babilon. És a harmadik ok pedig az, hogy itt Babilonban is téglát használtak az építkezésre, nem pedig köveket, és az utolsó ok, ami miatt Bábelt és Babilont azonosítják, az az, hogy nem találtak más ilyen régészeti leletet. Azonban számos probléma van Bábel és Babilon azonosításával. Én nem szeretném őket sorra venni. Az egyik legfontosabb az, hogy a bibliai beszámoló szerint Bábel tornya jóval Ábrahám ősatya megszületése előtt épült. Viszont Babilon birodalma jóval Ábrahám ősatya halála után volt. Tehát nem lehet a kettő ugyanaz, vagy nem igaz a Biblia, vagy a kettő nem ugyanaz. Úgyhogy a Bábel tornyát és Babilonnak a ziggurátját, az etemenanki ziggurátját nem lehet egymással azonosítani. Erre leginkább a legutóbbi felfedezések alapján Petrovics hívja föl a figyelmet. Petrovics úgy fogalmaz, hogy van egy nyilvánvaló hiba abban, hogyha etemenankit azonosítjuk a bibliai Bábel tornyával, hiszen ez utóbbi torony messze megelőzi Ábrahám életidejét, míg az előbbi, mármint a babiloni etemenanki, az pedig messze Ábrahám élete után van. Ha a kettőt azonosítjuk, akkor a bibliai kronológia teljesen felborul, hiszen Bábel tornya körülbelül Krisztus előtt 3. évezredben épült, legalábbis akkor kísérelték meg, hogy megépítsék. Petrovics tovább viszi a gondolatot. Azt mondja, hogy a Biblia által behatárolt Tigris és Eufrátesz folyó közötti területen, Mezopotámiában, ő maga legalább 7 vagy 8 Bábel nevű települést azonosított. És mindegyik Bábel nevű települést megvizsgálta, hogy van-e torony, van-e város, milyen régiek, hogy néznek ki a régészeti érvek, és azt találta, hogy ezek közül az egyik, amelyet nem Bábelnek hívtak mindig, hanem Eridu volt a neve, és Eridu, még egyszer, Mezopotámia délkeleti részén helyezkedik el. Ez lesz az a hely a kutatások alapján, amelyet joggal nevezhetünk Bábel tornyának a helyszínéül. Miért mondja ezt? Azért mondja ezt, mert egyrészt innen indult ki a késő Uruk korszakbeli népvándorlás a régészeti leletek alapján, amelyet arra alapoznak, hogy ezek a népek, amelyek Eridúból elszélettek nagyon hirtelen, és a várost
lakatlanul hagyták, ezek a népek magukkal vitték az edény készítési eljárásaikat, méghozzá ők olyan edényeket készítettek, amelyeket egyfelől nem ilyen fazekas korongon, lassú munkával állítottak elő, hanem mintákba nyomták bele az agyagot, ugye mint egy ilyen felgyorsítva a folyamatot, és utána ezekben a mintákba belenyomott, formákba belenyomott agyagot, a formát elvették, és ezeket égették ki. Gyakran az új lenyomatuk is ott szerepel ezekben a nyomatokban, és nem csak, hogy ez jellemzi az arra korai jellemző edényeket, hanem az is, hogy ilyen furcsán kampós orrú edényeket készítenek, hogy a levegő ne tudjon behatolni, és az edényben tárolt sör vagy más élelmiszer ne tudjon megromolni, lassabban romoljanak meg. Azt is mondja, hogy az innen kiinduló népvándorlásnak az eredménye volt az, hogy nevezzük úgy, hogy Nimrod leszármazottjai most már a különböző nyelveket beszélve, amikor megérkeznek egy-egy korábbi területre, akkor a letelepedéskor külön városrészt alkotnak, hiszen nem tudják nem beszélik egymás nyelvét, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a mai nyugati nagyvárosokban vannak mondjuk kínai negyedek, vagy olasz negyedek, tehát nem keverednek a nyelvek miatt. De ennél sokkal döntőbb régészeti felfedezése is van. Azt mondja, hogy Eridu-ban azt találhatjuk, hogy egy olyan templom épül, amely 18 vagy 17 régészeti rétegen keresztül épül, és mellette egy óriási platform van, amelyik a legrégebbi, amelyik nem a templom, egy elkezdett építkezés, méghozzá téglaépítkezés, és ennek az elkezdett építkezésnek a padlózatát újra és újra különböző királyok felújítják, és ebből látszik az, hogy az nem csak az, hogy a legrégebbi, hanem valóban Eridu-ban nem csak egy templom épült, hanem egy toronynak a maradványa is megtalálhatóak. Milyen érdekes, hogy ehhez a korszakhoz köthető az is, hogy az elszéledő népek idejénvel pontosan megegyező korszakban megjelennek az írásos nyelvek, megjelenik az egyik oldalon az ékírás, és megjelenik a másik oldalon, ettől teljesen különbözően Egyiptomban a hieroglifikus írás, és megnyerik mondjuk a kínai területen a kínai képírás. Milyen érdekes, hogy minden előzmény nélkül egyszer csak a Biblia által a Bábel tornyához köthető időpontban megjelennek a különböző nyelvekről tanúskodó írásos emlékek. Azt szeretném tehát ezzel hangsúlyozni, kedves nézőink, hogy ugye nagyon régi korba megyünk vissza. Közvetlenül az özönvíz utáni korszakra, Noé leszármazottjainak korszakára, mégis egyrészt a nyelvészeti adatok, másrészt a régészeti leletek, és az ott található írásos formák, illetve edények arról tanúskodnak, hogy a bábeli beszámoló egy népről, amelyik egyszer csak elszéled, nem légből kapott, pusztán a mondák és a mese szintjén lévő történet, hanem a Biblián kívüli sumér beszámoló is megerősíti azt, hogy valóban a bibliai beszámoló hiteles történelmi beszámoló lehet. Érdemes szóba állnunk ezzel, és sorozatunkban továbbra is szeretném az önök gondolkodását kicsit nyitogatni azzal kapcsolatban, hogy a bibliai lapjait ne úgy olvassák, mint mesék gyűjteménye. Vagy ne úgy olvassák, hogy a Biblia pusztán csak az erkölcsi tanítás miatt lényeges. Ebben a Bibliában népek nevei, városok nevei, egymást megelőző, illetve egymásba fonódó korszakok leírása van, és minél több régészeti, történeti felfedezés jut a birtokunkban,
annál nagyobb tisztelettel kell a Bibliához fordulnunk, mint egy olyan könyvhöz, amely az emberiség történelmének hiteles beszámolója. Én azért is szeretném ezt a szívükre kötni, mert ha a Biblia az emberiség történetének hiteles beszámolója, akkor az abban lévő a mi generációnkra, illetve a közeljövőre vonatkozó figyelmeztetések, tanácsok is nagyon fontosak és hitelesek, és jól tesszük, hogyha figyelünk rá. Folytatni fogjuk a következő részben, megyünk majd előre a következő részben, Ábrahám történetével foglalkozunk majd, és szeretném, hogyha akkor is velünk tartanának. A viszontlátásra!